Hamarosan itt a nyár, és tombol az önbarnító szezon, viszont mielőtt nekiesünk az önbarnítós tubusnak, nagyon fontos, hogy betartsunk pár olyan iratlan szabályt, amivel ki tudjuk maxolni a barnaságunkat, és elkerülhetjük a kellemetlen mellékhatásokat. Az egyik legfontosabb dolog, amit önbarnítózás előtt meg kell tennünk, az a bőrünk előkészítése. Ugyanis nem szeretnénk, hogyha foltos vagy repedezett lenne a végeredmény, ezért mindenképpen 24 órával az önbarnítás előtt szörtelenítsünk, illetve hámlasszuk le az egész bőrünket. A hámlasztáshoz két módszer van, használhatsz kémiai hámlasztót, vagy úgynevezett body scrubokat, azaz fizikai hámlasztókat. Ez a lépés azért fontos, mert szeretnék eltávolítani az elhalt hámsejteket a bőrünk felszínéről, hiszen hogyha rajta marad, akkor ebben megtapadhat az önbarnító, és ilyen repedezett, csúnya végeredményhez vezethet. Szörtelenítés után ne maradjon el a hidratálás, és nagyon fontos, hogy ez is azon a napon történjen meg, amikor a szörtelenítés, ne azon a napon, amikor önbarnítózunk. Mielőtt nekiállunk az önbarnítózásnak, be kell szereznünk egy önbarnító kesztyűt, ami direkt erre a célra lett kifejlesztve, hiszen nem szeretnénk, hogy a kezünk barna foltos legyen, úgyhogy minden esetben használjatok egy önbarnítózásra kifejlesztett kesztyűt, mint például ez a Bondi Sense kesztyű. Fontos, hogy egy rendszer alapján építsük fel az önbarnítózási rutinunkat. Én nagyon szeretek például lentről felfelé haradni, és mindig ügyeljünk arra, hogy a térdünk, a könyökünk, a kézfejünk, a nyakunk és az arcunkra csak az applikátor kesztyűn maradt maradék terméket vigyük fel. És mielőtt elkezdjük az önbarnítózást, van még egy nagyon fontos feladatunk, az pedig az, hogy kiválasszuk a bőrünknek megfelelő, a bőrtónusunkhoz igazodó önbarnítót. Ezen a csomagoláson van egy kis QR kód, amit hogyha beszkeneltek, akkor megjelenik a Bondi Sense-nek a honlapja, amíg van egy pár kérdéses kis kérdőív, aminek a végén ki fogja adni, hogy melyik a ti bőrtípusotokra megfelelő árnyalat. A Bondi Sense Technocar legújabb 4 árnyalata a bőrfunkciók figyelembevételével lett kifejlesztve, hogy a lehető legtermészetesebb eredmény nyújtsa. Személyre szabott aktív bőrápoló összetevőket tartalmaz a hosszantartó barnaság érdekében. Vegán és állatkísérletmentes, újrahasznosított műanyagból készül, illetve 100%-ban újrahasznosítható a palack is. A 4 színárnyalatnak köszönhetően biztos lehetsz benne, hogy megtalálod a neked megfelelőt. Na de nézzük is meg, hogy működik mindez a gyakorlatban. Elvégeztem az online tesztet, és az én bőrtónusomhoz leginkább passzoló szín az olive tone lett, ami egyébként a közepesen barna bőrre rendelkezők számára ajánlott. Használat előtt jól felrázom a tubust, és kezdődhet is a móka. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az egyik kulcsfontosságú dolog önbarnítózás során az a gyorsaság. Nagyon szeretem, hogy rögtön felkenés után már látható a különbség, és ahogy említettem már nektek ezelőtt is, mindig a kesztyűn maradt maradék terméket szoktam eloszlatni a nyakamon, a könyökömön, a térdemen és a szárazabb területeken. Szerintem a legoptimálisabb az, hogyha ezt vagy egy régi bikiniben csináljátok, vagy teljesen mesztelenül. Én egyébként mindig mesztelenül szoktam, mert akkor elkerülhetitek ezt a csikozódást a bőrötökön. Lábaknál különösen figyeljünk a már említett térdre, illetve a bokára és a lábfejre is. Én akkor szoktam megcsinálni a kezeimet, mikor már az egész testemmel végeztem, hiszen ekkor már tényleg alig maradt valami a kesztyűn. És akkor most nézzük meg, hogy egy óra elteltével milyen szép, természetes napbarnított bőröm lett, úgyhogy indulhatok is a strandra, de nagyon fontos, hogy ne felejtjétek el a fényvédő használatát ilyenkor is, mert kötelező. A termékeket megtaláljátok a kiemelt DM üzletek szépségszigetén és az online shopban.